Nadi vagyok, és számomra ez a mai videó nagyon különleges, ugyanis 3 évvel ezelőtt, pontosan ezen a napon hoztam létre a YouTube csatornámat, július 30-án, úgyhogy már 3 éve töltök fel YouTube-ra videókat. Ez idő alatt egész sok videó készült, habár az utóbbi időben azért történtek kisebb változások itt a csatornán. Azt gondolom, hogy a legutóbbi év is nagyon jól telt itt a YouTube-on, hiszen annyian néztétek meg néhány videómat, amire nem is gondoltam volna, hogy ilyen nagy sikere lesz nálatok, úgyhogy nagyon örülök neki tényleg, hogy ennyien néztétek és lájkoltátok, és sokan még kommentet is írtatok nekem, úgyhogy tényleg nagyon örülök neki. Például a görögországos vlogomnak, a Rodosz látványosságainak 930 megtekintése lett, úgyhogy tényleg nagyon örülök neki. Annak a videómnak ugye lett egy második része is, azon is egész sok megtekintés lett. A másik videóm, amire meglepően sok megtekintést kaptam, az a Mit kaptam szülinapomra videó volt, ezt 1000-en megnéztétek, tényleg nagyon örülök neki. Ha szeretnétek, ilyen videót majd még fogok tudni nektek készíteni. Ha szeretnétek, akkor majd írjátok meg kommentben. 1100 megtekintése lett a Mi van az iskolatáskámban című videómnak, úgyhogy ez is átlépte az 1000-et. A grádós vlogom az utóbbi időben egyre több megtekintést kapott, úgyhogy így most végül 1400 megtekintés már lett rajta, szóval úgy gondolom, hogy biztosan sokan mentetek Grádóba, vagy így érdeklődtetek iránta, így a nyári időszakban. Egyébként szerintem egy nagyon jó hely, úgyhogy ha még nem voltatok, akkor mindenképpen menjetek el. A Vissza a suliba volt az a videóm, ami 3100 megtekintést ért el. Igazából ez a videó volt az, ami a leghamarabb érte el a legtöbb megtekintést, szóval nagyon örültem neki tényleg, és arra gondoltam, hogy még idén-nyáron is fogok majd ilyen Vissza a suliba videót csinálni suli kezdés előtt, mert ezt ugye tavaly nyáron csináltam, és ez alapján úgy vettem észre, hogy tetszenek nektek az ilyen videók. És meglepő, de első helyen, így a mostani videóimat tekintve, az egyik vlogmeszes videóm volt, a karácsonyi room tour, annak 3500 megtekintése lett, és bevallom, én amikor felraktam ezt a videót, akkor azt gondoltam, hogy ezt senki nem fogja megnézni, és nagyon meglepődtem, hogy mennyire örültetek ennek a videónak. Úgyhogy majd a következő karácsonykor szintén várhattok majd tőlem ilyen videót, mert úgy látom, hogy ez is tetszett nektek. És igaz, hogy nem a mostani videóimban volt, viszont még megemlíteném nektek a párgás görög videómat, ugyanis annak még az elején annyira nem volt sok megtekintése, viszont most már feljött az is 1000-re, szóval ennek is nagyon örülök, és szerintem Párga is egy nagyon csodálatos hely, úgyhogy ha tudtok, akkor menjetek el oda is. És idén kezdtem el short videókat is készíteni. Igazából úgy láttam a YouTube-on, hogy most elég népszerűek az ilyen rövid videók, hiszen nem kell annyira sokáig előtte ülni, rövidebb ideig tart nyilván végignézni. Úgyhogy én is nekiálltam ilyeneket készíteni, és meglepően egyébként egész sok megtekintést értem el velük, majd hogy nem hamarabb tudtam velük többet elérni, mint az ilyen hosszú videóimmal, viszont én attól, hogy most készítek rövid videókat, szeretném tartani ezeket a hosszúakat is, mert nekem ezek is tetszenek igazából, úgyhogy még a jövőben számíthatok tőlem ilyen rövid videókra is, ilyen short videókra, viszont ott ugye inkább ilyen ruhás videókat készítettem zenékre, viszont majd a jövőben ott is próbálok így kicsit változatosabb témákat is hozni nektek. A short videók közül az Őszi Outfit című videóm ért el 1000 megtekintést, úgyhogy annak nagyon örültem. A Spring Outfit videóm az 1200 megtekintést kapott, a Tavaszi Outfit 1300 megtekintést, és igazából 3 videóm is lett, ami 1400 megtekintést kapott, úgyhogy nagyon örülök neki tényleg. Ebből 2-nek azt a címet adtam, hogy Tavaszi Outfit, a 3. pedig a Shine hólós videóm volt. Abban a videóban ugye azokat a ruhákat mutattam meg, amit a Shine-ről rendeltem, ott nem ilyen outfiteket raktam össze nektek. A nyári outfit videóm az 1700 megtekintést ért el, úgyhogy így ő van most a 2. helyen.
És 1800 megtekintéssel van első helyen a tavaszi outfit videóm, szóval nagyon örülök, hogy ezekkel a short videókkal is a legtöbb megtekintés, amit elértem, az 1800 volt, hiszen ez egy elég nagy szám, hogyha így ugye a többi megtekintéseimet nézzük, szóval tényleg nagyon örültem neki. És a short videóim közül a legtöbb lájkot a nyári outfit című videóm kapta, amin 51 lájk volt, úgyhogy annak is nagyon örülök. És idén hoztam létre egy TikTok fiókot is, úgyhogy ha még nem követtek és szeretnétek, akkor ott is Bananadin néven találtok meg, úgyhogy oda is töltök fel videókat. Egyelőre még oda is ezeket a outfites, ruhás videókat töltöttem föl, de majd ott is szeretnék majd másfajta videókat is feltölteni. Szóval nagyon örülök neki, hogy itt vagytok a csatornámon, és nézitek a videóimat, és tényleg lájkoltok és kommenteltek, úgyhogy remélem, hogy még nagyon sok videó fog felkerülni a csatornára. Nem tudom, hogy hogy lesz időm, hogy milyen sűrűn fogok tudni feltenni videókat, de mindenképpen szeretnék még nagyon sokat majd feltenni, úgyhogy ha még véletlenül nem vagytok, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és esetleg írjátok meg kommentben, hogy milyen tartalmakat látnátok még tőlem szívesen itt a csatornán, és ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és találkozunk a következő videóban!